Kálmán Olga és Varga Zoltán országgyűlési képviselők igen, Gyurcsány Ferenc nem jelent meg a pécsi vásárcsarnoknál csütörtök reggel. Korábban arról lehetett olvasni, hogy a pártelnök is kilátogat, és piacozik a pártországos és helyi politikusaival. Szerettük volna megkérdezni erről, illetve a két napos kihelyezett frakcióülésről is a képviselőket, de nem akartak nyilatkozni. Gyurcsány Ferenc és pártja elszánta magát, és meg hozzáfogtak Pécs megszállásához. Ezt mondja a helyi Fidesz önkormányzati képviselője a Demokratikus Koalíció pécsi látogatásáról. Barkóczi Csaba szerint a városvezetőt is befogadják soraikba. Ezt jelzi szerinte a szerdai frakcióülés. A tegnapi napon egy kihelyezett frakcióülést tartott a Demokratikus Koalíció itt a pécsi városházán, ahol kívülállók közül egyedüliként Péterfi Attila vehetett részt, és hát ez is azt mutatja, hogy a pécsi szocialisták közül többen is, valamint Péterfi Attila polgármester is most már felismerte azt, hogy a politikai túlélése az gyakorlatilag attól függ, hogy sikerül-e kiszolgáltatnia és tárcán kínálnia a város Gyurcsány Ferencnek, aki ezt nyilván örömmel fogadja. A tavaszi választások után alakultak úgy az erőviszonyok, hogy országosan a baloldal vezető ereje a DK lett. A szocialisták pedig meggyengültek. Pécsen azonban még tartják magukat az önkormányzaton, ezért érkeztek a baranyai megyeszékhelyre Gyurcsány és a képviselők. Céljuk, hogy bedarálják a baloldalt és megmutassák, hogy a DK vezeti ezt az oldalt Gyurcsány Ferenccel az élen. Mondja a pécsi Fidesz helyi képviselője.